nem eleget hangsúlyozzuk a mai nap folyamán, hogy csökkentek az adományok, tehát továbbra is számítunk az önök segítségére, és nagyon szépen köszönjük az eddigieket is. A műsorfüzetünket kérhetik, azon keresztül is tudnak minket támogatni, illetve egyéb elérhetőségeket látnak a képernyő alján futó piros csíkon. És ahogy említettem, elérkeztünk a mai délelőtt utolsó beszélgetéséhez. Katona Flóra, a Rákóczi Szövetség kommunikációs munkatársa látogatott el a stúdiónkba. Szervusz, köszöntelek itt nálunk. Üdvözöllek benneteket, sziasztok! A Rákóczi Szövetség már nem először utazta diákokat, több éves múltra tekint ez vissza, és mi is már nem eleget hangsúlyoztuk itt a délelőttben, hogy ez mennyire fontos, mennyire nemzeterősítő dolog. De most akkor egy kicsit beszéljünk specifikusan, ugye március 15-e közeledik. Hány fiatal diák fog ide látogatni Budapestre, hogy együtt ünnepeljen? A Rákóczi Szövetség 1994 óta hirdeti meg a március 15-i diákutaztatási programját. Ez azt jelenti, hogy a diákok egy határátlépésével utazhatnak egy másik határon túli vagy anyaországi középiskolai diákokhoz és tanárokhoz egyaránt. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak Budapesten és nem csak Magyarországon lehet ünnepelni a mi programunkon belül, hanem bármelyik határon túli településen, és több mint 5000 diák fog ebben a hónapban utazni és együtt ünnepelni egy másik csoporttal március 15-e alkalmából. Ez azt jelenti, hogy március 1-től március 30-ig indulnak útnak a csoportok, van, aki egy napra, van, aki két napra, és hát nagy öröm számunkra. Mindig el szoktam mondani, hogy sikeresek a programjaink, de ez a diákutaztatási program tényleg az egyik legrégebb és az egyik legsikeresebb programunk, hiszen egy olyan élményszerű adagot kapnak a diákok március 15-éből, tehát abból az egyik legnagyobb ünnepünkből, ami azt gondolom, hogy a tanulmányaik során is meghatározó lehet, hiszen nem könyvből tanulják, hanem átélik, és egy kicsit interaktívabban tudnak ünnepelni, ha ezt lehet így mondani. Van valami fajta adatotok, hogy északi, legdélebbi, keleti, nyugati csücskéből, a Kárpát-medencéből, tehát hogy egy kis kedves statisztikát szoktatok mindig ilyenkor közzétenni, és most erre szeretnék én is rákérdezni, hogy kik jönnek, hányan jönnek, honnan, milyen különleges településekről. Igen, mindig figyeljük, hogy honnan jönnek, illetve hogy hova utaznak, az egy nagyon érdekes téma még. Felvidékre most 40 csoport fog utazni, oda utaznak a legtöbben. Nyilván itt az is számításba jön, hogy a határátlépés elég könnyű, tehát nem kell a határon várni. Így aki egy napra szeretne csak utazni, az mindenképpen Felvidékre fog nagy valószínűséggel elmenni. De Erdélybe és Partiumba is 30-35 csoport megy, illetve utaznak Délvidékre, utaznak Kárpátaljára is diákok, és természetesen, ahogy mondtam, Magyarországra is jön 20 csoport. Honnan jönnek ők? A Kárpát-medence minden csücskéből, tehát Csallóköztől, Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdély, Partium, Délvidék, tehát nagyon-nagyon sok helyről jönnek, összesen 116 csoport, ami több mint 5000 diák. Nem tudnék és nem is szeretnék kiemelni városokat, hogy honnan indulnak, mert tényleg, hála jó égnek, nagyon sokan vannak, és azt gondolom, hogy nem lenne helyén való egy-egy csoportot kiemelni. Ugye már elég szép múltra tekint vissza az utaztatási program. Mik a visszajelzések utána? Tehát tanári, diák, beszámolókat biztos, hogy kaptok. És van-e valami olyan különleges, amit kiemelnél ezekből? A diákok mindig kiemelik, és kivétel nélkül a minden beszámolóban olvasható az, amikor az egyik határon túli csoport a másik határon túli csoporttal együtt énekli el a himnuszt. Azt gondolom, hogy ez az, ami leginkább mérvadó, tehát, hogy amikor együtt ünnepelnek, és tényleg a himnusz az, amit mindenki egyszerre énekel, ez így nagyon megmarad a diákokban. Egyébként a diákutaztatási programunkhoz tartozik március 15-én kívül június 4-e és október 23-a is, tehát ez így egy egész nagy csoport, és azt szokták még kiemelni, hogy március 15-én találkoznak, és már alig várják, hogy június 4-én és október 23-án újra találkozzanak a mi programunkon, a mi támogatásunkkal. Mit tud adni egy középiskolás diáknak? Ezt fel tudják ők fogni, hogy mekkora történelmi jelentőségű, hogy most így szabadon utazhatnak egy másik országba, és találkozhatnak, és megismerhetik az ő sorsukat, élettörténetüket a határ túloldalán?
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része ennek a programnak, hiszen erősítjük a magyar-magyar kapcsolatokat, mindemellett pedig olyan kapcsolatokat tudnak kialakítani, ami felnőtt korukban mérvadó lehet. Én is határon túli vagyok, és én is utaztam a Rákóczi Szövetség támogatásával, amikor én középiskolás voltam, és a mai napig jobban vagyok azokkal az emberekkel, akikkel akkor együtt utaztam március 15-én, vagy éppen június 4-én. Azt gondolom, hogy ez egy olyan pont, ami miatt érdemes és kell is csinálni ezt a programot. Tehát gondolom, a most a márciusi programra nem lehet már jelentkezni, de a júniusira vagy a jövőben elnézendő programokra mit tudsz ajánlani, hol kezdjenek el az érdeklődők keresgélni a jelentkezéshez, mi szükséges? A www.rákócziszövetség.org oldalon fent vannak az összes rendezvényünk, illetve hamarosan látni fogják az érdeklődők a táborainkat is. Mindemellett a június 4-i diákutaztatási program az nagy valószínűséggel egy hónapon belül már fent lesz a honlapon. Az október 23-a is az azt megelőző egy-két hónapban fog kikerülni. Tehát mindenképpen a honlapunkat, illetve a Facebook oldalunkat érdemes nézni, mert ez a két hely, ahova leggyorsabban rakjuk ki az új információkat, az új lehetőségeket. Hogyan tudjátok szélesíteni ezt a kört, ezt az 5000 diákot, aki most utazik? Tehát akkor gondolom évről évre egy picit próbáltok tágítani a határokon. Tehát tervben van az, hogy jövőre esetleg mondjuk 6000-en utazhatnak? Vagy ez anyagiak függvénye? Ez az 5000 fő, ezt nem mi határoztuk meg. Tehát most is 5000 fölött vagyunk, talán 5050 és 5100 között vagyunk valahol, akik utaznak. Ezt nem mi határozzuk meg, hogy 5000, hanem megnyitjuk a pályát, bármelyik Kárpát-medencei középiskola jelentkezett, és ennyien jelentkeztek. Nyilván itt azt is számításba kell venni, hogy mennyien ismernek minket a középiskolákban, ami azt gondolom, hogy most már azért elmondhatjuk, hogy ismernek minket. Mindemellett a munkatársaink folyamatosan járják a középiskolákat, és új szervezeteket alapítanak, hogy ők is megismerjenek minket, és jöjjenek a rendezvényeinkre, vagy pályázzanak akár a diákutaztatási programra. Tehát gondolom, akkor elsőként a pedagógusokat kell megszólítani, nem is a diákokat. Pedagógusokat, diákokat egyaránt, mert több olyan iskola is van, ahol a diák vett észre minket, és ő mondta a tanárnak, hogy tanárnő, én szeretnék elmenni a Rákóczi Szövetség egyik háromnapos rendezvényére, és akkor a diák és a tanár együtt megkeresett minket, és azóta járnak velünk rendezvényekre, és azóta ők is a diákutaztatási programon keresztül utaznak, azt hiszem pont jövő héten, akiről én most itt beszélek, de több ilyen iskola is van, hál' Isten, tehát diák és tanár egyaránt kell, hogy felfigyeljen ránk, és szeretnénk is, hogyha felfigyelnének ránk. És mit tudsz mondani, miért jelentkezzenek, miért jó ez? Én azt gondolom, hogy a Rákóczi Szövetség rendezvénye egy olyan többet ad a diáknak, amivel, hogyha hazamegy, akkor azt tudja mondani, hogy igen, én láttam Kárpátalját, láttam Felvidéket, láttam Erdélyt, ismerem az ottani embereket, ezáltal tud összehasonlítani, kapcsolatokat alakít ki, tehát hogy egyszerűen annyi mindent kapnak a diákok ettől a programtól, amivel szerintem sokkal könnyebb neki indulni majd az életnek, amikor felnőttek lesznek, és sokkal könnyebb akár pályát is választani majd, amikor az egyetemre készülnek. Köszönöm szépen, Flóra, a beszámolódat. Szinte kedvet kaptunk utazgatni, ráadásul az előző vendégünk is mondta, hogy odakint annyira szép idő van. És akkor március így fog eltelni a legtöbb középiskolásnak Kárpát-medence szerte, hogy ők is kint vannak a szabadban, és nagyon élvezik. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.